Tarlós István személyesen utasította arra a BKV-t, hogy tesztüzemmódba utasokkal közlekedjen a 3-as metró. Ez nem más, mint emberkísérlet, hiszen tesztüzemmódban, amikor hibákat produkál a 3-as metrónak az új szovjet-orosz szerejtmény gyártója, akkor nem szabad utasokra engedni. Naponta 500 000 budapesti utazik és használja a 3-as metrót, most már tudjuk, hogy veszélyben teszik ezt. Tarlós István persze a biztonságos és klimatizált szolgálati passzátjából biztatja a budapestieket, hogy utazzanak bátran az életveszélyes 3-as metrón. Ez nem más, mint orosz rulett, és ezt a játékot Tarlós játssza a budapestiekkel. Tarlósnak mostantól papírja van arról is, hogy ócskavasat aranyáron vásárolt, és hát ha leegyszerűsítjük, ki lehet az a hülye, aki Mercedes áron megrendeli az 1002-es Zsiguliának a felújítását, mert hogy itt ez történt. Tavaly novemberben a magyar újságírók kinti gyárlátogatásán maga a gyártó menedzsment elismerte, hogy ezt a gyártmányt sehova máshova nem szállítják, és azt is elismerték, hogy sehova máshova nem tudnák eladni ezt a remek műszaki teljesítményt, sem Európában, sem bármely volt szovjet tagállam országában, mert ez a termék arra alkalmatlan. És hát azt is érdemes átnézni, hogy ez bizony az Orbán-Tarlós paktum, amely Orbán részére egy méregdrága Paks 2-t, Tarlós részére pedig egy aranyáron vásárolt ócskavasat jelent, amit ő 3-as metrónak hív. Nyilvánvaló azt a kérdést föl kell tenni magunknak, hogy lehet-e valaki ennyire ingyen hülye. Nekem az a véleményem, hogy nem. De bízom benne, hogy később majd erre is fény derülhet. Szóval a félvilág már röhög rajtunk, de nekünk budapestiek ez nem túl nevetséges, mint ahogy az se, hogy egymásnak ellentmondó nyilatkozatokat tesznek különböző vezetők. Egyszer azt állítják, hogy csak kicsit voltunk életveszélybe, és nem minden meghibásodás történt életveszélybe, de ennek persze az ellentéte is igaz, hogyha nem minden meghibásodás volt életveszélyes, de jelentős része igen. Két meghibásodás garantáltan az volt, egyrészt az, amikor mindkét irányba kinyíltak az ajtók, az alagút fala irányába nyilvánvalóan életveszélyes egy ilyen nyílás, és életveszélyes volt a múlt hét pénteki meghibásodás, amikor egyáltalán nem nyíltak az ajtók, de hogy a helyzet súlyosabb legyen, a vésznyitó sem működött a metron, és ehhez tegyük hozzá, ha füst vagy tűz keletkezett volna a szerelvényen, akkor az életveszély az tragédiába torkolt volna, ezért nagyon súlyos következtetéseket kell levonni ebből az egész történésből. Nem vagyunk messze, egyébként bármikor megjelenhet egy olyan probléma ebből kifolyólag, amikor a egymással össze nem hangolt és együtt nem működő jármű, tehát az orosz szerelvény, az alagút és a vezérlő program, ami láthatóan nem működik együtt, ez egy olyan hibát tud produkálni, ami akár tűzzel és emberélettel és tragédiával járhat. Az is egy komoly probléma, hogy Tarlós annak ellenére kényszerítette rá a fővárosiakra ezt a tesztüzemmódot, hogy nyilvánvalóan ezek a műszaki problémák tudottak voltak hónapokkal ezelőtt is. Én még márciusban kértem arra a közgyűlés előtt Tarlóst, hogy egészen addig ne engedje a forgalomba és vonja ki a járműveket az utasforgalomból, amíg nem tudnak legalább egy 4 hetes üzembiztos, hibamentes üzemmódot produkálni a szerelvények. Akkor is egy ilyen fölényeskedő, arrogáns, agresszív válasz volt, hogy majd ők ezt jobban tudják, és majd a budapestiek szenvedjék el ezt, ami. Szóval ez emberkísérlet a budapestiek életével, emberkísérlet azokkal, akik napi 20 milliárd forint adót fizetnek a biztonságos közlekedésért, és úgy tűnik, hogy ezért cserébe nekünk nem jár az, ami minden normális város normális városába kellene, hogy az utasoknak járjon. És hát van még egy dolog, amiben Tarlósnak lassan le kell vonni a következtetés, mert hiába mutogat hátra, de 7 éve ő a főpolgármester, úgyhogy ha Tarlós hátra mutatna, akkor azt fogja látni, hogy ott is Tarlós István áll, és Tarlós István a személyes felelőse annak, hogy ez a helyzet kialakult. Úgyhogy lassan már nem kell elgondolkodni a Tarlósnak azon, hogy mi a tennivalója, mert elérkezett az idő, amikor csak a lemondása önthet tiszta vizet a pohárba, és az, hogyha a kormány
akik ráerőszakolták Budapestre ezt a remek orosz üzletet, ami jó valakiknek, de nem jó a budapestieknek, ha ezt az orosz üzletet nagyon gyorsan felülvizsgálná egy független nyomozó hatóság, amely persze sajnos most nincs, de jövő áprilisától ez a független nyomozó hatóság föláll, tiszta vizet fog önteni a pohárba, és a felelősséget meg fogja állapítani, és a felelősségre vonás nem maradhat el. Addig is a hibákat azonnal ki kell javítani, az orosz konstruktőröket ide kell hívni Budapestre, és elvárjuk, hogy napokon belül rendeződjön ez a helyzet, de addig sem közlekedhetnek ezek a szerelvények, amelynek a biztonsága nem szavatolt.